Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok. A szertár mai adásában azt nézzük meg, hogy mik is azok a Newton törvények. Mindez pedig jó sok vágással, akár mondaton belül is többször. De mielőtt ebbe belekezdünk, vegyük észre, hogy a YouTube feliratkozóink száma elérte a 13 hetet. A heti rendszerességű podcast adás sorozatunk pedig a leghallgatottabbak között van Magyarországon. Ami azért nem rossz egy ismeretterjesztő rétegprogramtól. programtól. Akkor most jöjjön Newton. Oh! Ez szarpoén volt. Isaac Newtonról már egészen biztos, hogy mindenki hallott. Ha más nem akkor, amikor fizika órán próbálja túlélni a óraként szammogó, nagyon lassú másodperceket. Ez persze teljesen összekevertem, és itt semmi értelme nem volt, de szerintem vágjátok, hogy miről van szó. Akkor nézzük, hogy mik is ezek a Newton törvények. Hát volt valami rakéta, meg tehetetlenség, meg mit tudom én. Newton 1687-ben állt elő az első törvényével a filozófiai Naturalis Principa Matematika című bestsellerében. Igen, akkoriban ilyenek voltak a lájkvadász címek. Ebbe a törvénybe láthatóan még nem fektetett túl sok energiát, hiszen maga a témája is a tehetetlenség volt. Az inercia. Ami latinról magyarra fordítva, hát, hogy is mondjam, tunyaság. A tehetetlenség pedig csak egy fokkal szofisztikáltabb megnevezés ennél. De hogy hangzana már egy fizika könyvben, hogy túnyasági rendszer vagy túnyuló tömeg? A nagy bejelentő esemény sajtó közleményében még az állt, hogy minden test megőrzi egyenes vonalú egyenletes mozgását vagy nyugalmi helyzetét mindaddig, amíg egy másik test vagy mező ennek megváltoztatására nem kényszeríti. Bármennyire is hangzatos és megkapó volt ez a szöveg, valójában hát... Ö akárhogy csűrjük, csavarjuk végül is, csak arról van szó, hogy a dolgok nem akarnak változtatni azon, amit éppen csinálnak. Mert tunják. Ha például egy iPhone 5 c lerakok az asztalra, akkor az nem akar onnan elmozdulni. Mert tunya. Gyerünk már iPhone 5 c mozdulj már meg! Nem, nem mozdulok! Létszike. Nem és nem! Ha pedig ugyanez az iPhone 5 c csúszik egy felületen, akkor az leginkább tovább csúszna, és nem akar megállni. Mert tunya. iPhone 5 c megállj! Hamar érezhetővé vált, hogy a piacot a tehetetlenségi törvény nem fogja megmozgatni, mert tunya. Valami sokkal erősebbel kellett előállni. Értitek? Erősebbel. Ekkor jött Newton 2. Sokan azt hihették, hogy a Newton 2 a Newton 1-nek lesz majd valami update változata. Talán lesznek majd benne extra tehetetlenségi funkciók, tunyaság indikátorok, vagy éppen nagyobb kijelzőn téríthetjük majd el az egyenes vonalú, egyenletes mozgást végző testet a pályájáról. Ehhez képest valami sokkal erősebbel kellett előállni. Newton valami egészen új koncepcióval hozakodott elő azzal, hogy dinamikát vitt a törvényébe. Amit viszont szerintem marketing szempontból nagyon elbaltázott, az az, hogy nem várt túl sokat a második, a dinamika törvényének bejelentésével, hiszen még ugyanabban a könyvben hozta le, mint amiben az első törvényét. Az azonban mégiscsak jó volt, hogy jól rezonált a felhasználó igényekre és az oldalról oldalra változó korszellemre. Már nem a tömegeket átható tunyaságot állította a törvények középpontjába, hanem az erőt és a gyorsulást. Bizony, a tömeg gyorsuljon csak az erő hatására, ez már szerethető. Ami egy kicsit hátránya és talán sokakat zavarhat, hogy ezzel a törvényel nem lehet csak úgy korlátlanul gyorsulni bele a vakvilágba. Hiszen ha nagy gyorsulást akarunk elérni, akkor nagy erőhatásra van szükség. Ha viszont a tömeget növeljük, akkor ugyanolyan erő mellett is szerényebb mértékű lesz a gyorsulás. Ez sajnos egy olyan korlátozó tényező, amit a törvénynek még a Pro verziójában sem tudunk megkerülni. Csak azért sem, mert nem készült Pro verzió. Ennek ellenére az F egyenlő M egy olyan közismert szlogenné vált, mint mondjuk az E egyenlő M2. Aki a könyvben eljutott már a Newton 2-ig, szinte szomjazta a Newton 3 kiadását. A Newton 3 el is érkezett, ez már a féle közösségi alkalmazásnak tekinthető, hiszen hatás, ellenhatás, ez már egy közösséget igényel. Bár látszólag teljesen szakít az előző két törvényel, valójában erősen azokra épít. A kritikusok szerint éppen ezért ez csak egy koncepcióbeli fordulatot hozott. Meg egy jól brandingelhető nevet, a rakéta elvet. Mert hogy úgy működik, mint egy rakéta. Erre jön ki a hajtóanyag, vele ellentétes irányban, de ugyanabban a hatásvonalban pedig egy ugyanolyan nagyságú, de ellentétes irányú foghatni a palaszkra, és kilő majd. Newtonra akkoriban sokan úgy tekintettek, mint a fizika Steve Jobsára, hiszen forradalmasította ezt a tudományterületet. Ott volt tehát a Newton 1, a Newton 2 és a Newton 3. De hiába merült fel az igény egy Newton 4-re, Newton nem adta be a derekát. Isaac, itt vannak az emberek, és szeretnének még egy törvényt. Nem lehetne, hogy... Nem, nem írok több törvényt. És ha mondjuk csak a Newton 3-at adnád ki frissített tintával? Nem, megmondtam, hogy nem csinálok többet. Így aztán végül nem lett Newton 4, lett helyette azonban Newton 3S, ami a szuperpozíció törvénye. Ezt azonban már nem a mester készítette, hanem későbbi korokban építették fel a Newton 1, 2 és 3 architektúrájára. Ettől függetlenül persze igaz az, hogy ha egy testre egy adott pillanatban több erő is hat, akkor ezeknek az együttes hatása megegyezik az erők vektori eredőjének hatásával. Mi van? A Youtube csatornánkra itt tudtok valahol feliratkozni, kommentelni pedig a videó alatt lehet. Ha szeretnétek hallgatni a podcast adásainkat, akkor menjetek fel Soundcloudra, vagy éppen iTunesra. Van benne tudomány, technika, mindenféle érdekesség, és rendszeresen a vendégeink szivatnak minket mindenféle kvíz amin rendszerint elvérzünk. Mert tunyák vagyunk. Ja, és nemrég meg volt az Eszed Tokja című szájensunk ős bemutatója. Ezzel megyünk majd egyébként a művészetek völgyébe kapolcsra, de találkozhattok majd vele rendezvényeken, sulikban, meg mindenfelé. Én Zsíros László Róbert voltam, mondjuk most is az vagyok. Sziasztok!